Tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Szent Márton templomban és a tévéképernyője előtt. Mai koncertünk a Szent Márton rendezvények keretében történik. Ugyanakkor ezzel a koncerttel emlékezünk meg Werner Alajos atya halálának 35. évfordulójára. Werner Alajos atya Szombathelyi egyházmegyés pap volt, egyházzenész volt, akinek Európa hírű kórusa volt itt Szombathelyen. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Pem László atyát, Szombathelyi egyházmegye zeneigazgatóját. Szeretném felkérni kántor urat, hogy mutassa be az atyát, és majd mondjon néhány szót a felhangzó művekről. Dr. Pem László, egyházmegyei zeneigazgató, mostani orgona koncertjével dr. Werner Alajos atyára, a kiváló teológusra, pedagógusra és egyházzenészre, a Szent Márton énekek szerzőjére emlékezik. Pem atya Werner atya javaslatára zenei és egyházzenei tanulmányait Budapesten és a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése alapján Rómában végezte. Szoros papi és szakmai barátság alakult ki Werner atya és Pem atya között. A mai orgona koncert Werner atya életére, lelkiségére és szellemiségére emlékezik a felcsendülő orgona művek alapján. Werner atyát a bolsevista bíróság koncepciós perben rágalmak alapján 5 év börtönre ítélte. Ez idő alatt nem végezhette papi, tanári feladatait. Nem taníthatta és dirigálhatta a Schola Cantorum Savariensis énekeseit, nem vezethette a magyar egyházzenei életet. De ő tudta, hogy egy gram szenvedés többet ér mázsányi cselekvésnél. Tudta és gyakorolta. Aranymiséje alkalmából ez a vallomás buzgott elő lelkéből. 5 évi szenvedésemet nem adnám oda, 5 évi római tartózkodásomért. Amikor Celldömölkről az orgonapad merül elvitték az AVH-sok, átélhette a most felhangzó Johann Sebastian Bach korál fantáziát. Jézus bleibet meine Freude, Jézus marad az én örömöm. Thank you.
Werner atya igazságtalan elítélésével elkezdődött keresztútja is. Bár a börtön igazságtalan elítélés, de a szíve mélyén Bach korál variációjával többször is kérdezhette az Urat. Ach, was soll ich Sünder machen? Mit tegyek én bűnös? Tudjam azt, hogy a keresztény élet nem a táborhegyi élet, az már csak a végállomás. Uram Jézus Krisztus, aki azt mondottad, az én igám édes, és az én terhem könnyű, tedd, hogy ezt úgy viselhessem, hogy megnyerjem kegyelmedet. Amen. Thank you.
Werner atya keresztútjának második állomásában így elmélkedik. Jézus vállal engem is, és vállal bennem is. Én vagyok Krisztus keresztje. Krisztus átölel és vállal engem is. Én ugyan húzódozom, vonakodom, de Uram, műveld bennem is a hősi vállalkozás vérpiros rózsáit, a tiszta élet, a bűnbánó és áldozatos élet verejtékeit. Ez az én offertóriumom, Liszt Ferenc zenéjével. Magyarok Istene látja rajtunk, magyarokon, hogy a pesszimizmus milyen könnyen megkörnyékezi kedélyünket, látja, hogy az álhatatlanság mennyire letörheti akaratunkat, látja, hogy a sikertelenség mennyire letörheti szárnyainkat. De az Eukarisztia erejében felkelünk, és megyünk az Úr szent hegyéig. Hallgassuk meg Liszt Ferenc Ungárs Gott című művét.
Werner atya, mint egyszerűen és szegényen élő pap, tele szellemi, lelki, kegyelmi gazdagsággal és a szegények szeretetével, nagyon tisztelte ugyancsak jó szociális érzelmű Liszt Ferencet, aki ferences harmadrendi volt. Liszt Ferenc védőszentje Assisi Szent Ferenc, aki a szegények védőszentje is egyben. Assisi Szent Ferenc a maga teljes szegénységében egy óriási gazdagsággal rendelkezett. Hiteles Krisztus életének kisugárzása. Szavai még a madarakat is odafigyelésre késztette. Ezt fejezi ki Liszt Ferenc, Szent Ferenc prédikál a madaraknak című művében. Thank you.
Werner atya keresztútjának 14. állomásában írja. Jézus magával viszi sebeit a sírba, majd a feltámadásba is, ahol többé már nem szenved. Krisztus többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Ezek a dicsőséges sebek a stigmák csodáját közvetítették Assisi Szent Ferencnek. A dicsőséges sebek testi-lelki fájdalmai a dicsőségbe vezették őt. A dicsőség magasztalása csendül fel Liszt Ferenc San Francesco című művében. Thank you.
nagyon mély keresztény lelkiséget tükröz az ősi magyar imádság. De én, Uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba. Itt a magyar lelkiség tudatában volt annak, hogy az ember ágya reggelre lehet halálos ágya is. Jézus halálos ágya egy sziklasír volt, ami feltámadásának tanúja is. A keresztény magyar ember nem csak azt kéri, álmunkba is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk, hanem a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen. Így gondolkodnak és énekelnek este a székelyeknél Bartók Béla feldolgozásában. Werner atya Kodály Zoltán gyóntatója volt. Neki köszönheti, hogy a Rákosi Mátyás által elkobzott és a szemétdombra kihajtott zongoráját újra visszakaphatta. Egymást kölcsönösen tisztelő és egymást segítő barátságuk mély eukarisztikus lelkiségből forrásozott. Kodály Zoltán életének minden napja az eukarisztia ünneplése is volt. A most felhangzó Pangelingva prelúdiumával az eukarisztikus Krisztusról elmélkedik.
Werner atya a magyarság sorsát látva a fájdalmas szűzanyáról emlékedik. Jaj, gyászba borult Isten csillagvára, meghalt az ártatlan bárány, égig ér a szűzanya keserve, szánnyad Jézus szörnyű kínját, Szűz Mária nagy fájdalmát. Az utána következő improvizáció alatt gondoljunk jó tanácsára. Ha gondjaitok, problémáitok vannak, soha nem szabad kétségbe esni. A szűzanyához kell imádkozni, ő mindig segít. 35 éve halt meg Werner atya. Lantos István zongoraművész szavaival elmondhatjuk, mindannyian, akik szerettük és tiszteltük őt, azóta is úgy érezzük, hogy nem érte, de hozzá kell imádkozni. Thank you.
Nagy nagy hálával köszönjük a mai nap gondolatait, dallamait, akkordjait, és azt, hogy Werner atyát közelebb hoztat hozzánk. Köszönjük szépen mindnyájunk nevében ezt az estét. Fogadások szeretett az ajánlót. Nagyon szépen megköszönöm a kedves testvéreknek, hogy eljöttek. Azt gondolom, hogy talán nincs nagy túlzás benne, hogy az összes egész évi koncert sorozatban most vannak a legtöbben talán, meg talán összességében annyi. Úgyhogy hálásan köszönöm. Lelkiségemből próbálok átadni, mert mindig az volt a véleményem, mindig azt szoktam mondani a kedves növendékeimnek, hogy csupán a matéria nem használ semmit. A lélek az, ami értet. És a lélek az igazi művészet. A lélekből jön elő az isteni szépség. Abból jön a tűz, a lelkesedés, a fény. Nem ünneprontó akarok lenni, de kedvenc professzorom Rómában, Domenico Bartolucci professzor úr, kardinális, 96 éves korában meghalt, és éppen a koncertünk előtt végezte Ferenc pápa temetési szertartást a Szentpéter Bazilikában. Hát nem tudtam megállni könnyek nélkül, mert a legkedvesebb professzorom volt, akinek a fényképe is ott van a szobám falán. Biztos, hogy vele való együtt gondolkodás, érzés, aki már a mennyben van, reméljük az Istennél, ő is támogatott abban, hogy az Isten lelkéből, Isten szépségéből tudja átadni a kedves testvéreknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és hogyha kívánják, akkor talán lesz folytatása is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!